A megyében az összes folyót, patakot és horgásztavat is érinti az aszály, mindenhonnan 40-50 cm-nyi szint hiányzik. Az alacsony vízállás miatt a halak számára is elkeserítő a helyzet, mert élőhelyüket a melegebb vízben gyorsabban szaporodó baktériumok is veszélyeztetik. Szakács Szabolcs, a Tolna megyei Horgász Egyesületek Szövetségének elnöke elmondta, a melegebb idő a vízinövények fejlődésének is kedvez, a békalencse és a hínár térhódítását nagyon nehéz kordában tartani. Az idei időjárás sajnos nagyon kellemetlen negatív hatásban befolyásolja a horgászatot, a termelést. Sajnos a megyébe, de ha kicsit tágabban beszélnénk róla, akkor országos szinten is nagyon nagy problémákat okoz a mind a horgász egyesületeknek, tehát a gazdálkodási hasznosítóknak, illetve a haltermelőknek is. A nagy meleg által előidézett oxigénhiányos állapot elsősorban a hajnali órákban jelentkezik. Leghamarabb a süllők érzik meg ezt a jelenséget, ezt követően a harcsák és a pontyok reagálnak rá negatívan. A legnagyobb probléma az utóbbi két évben Bogyiszlón, a Bogyiszlói Holdunám tapasztalható, ugye sajnos ő nekik a Dunának egy magas vízszintje lenne szükséges ahhoz, hogy a bevezető árkon keresztül vizet kapjanak. Az utóbbi két évben ilyen ár nem vonult le a Dunán, illetve amiről még konkrét információnk van, a Szedresen az őssárvíz, ugye Holtsárvíz, ahol évek óta víz problémával küzdenek, illetve Bátán a Holduna. Az utóbbi hónapok aszályos időjárása és a mezőgazdasági területek természetes vízfelületről történő locsolása is nehezíti a helyzetet.